Ezért nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Legutóbbi alkalommal a bűnről beszélgettünk, és talán sokak fejében, az én fejemben mindenképpen a bűn és a megbocsátás, a másik elleni vétkezés és a megbocsátás kéz a kézben jár. Mennyire naív elképzelés ez? Hát egyáltalán nem naív elképzelés. A megbocsátás és a kegyelem tulajdonképpen keresztény életünknek olyan alapjai, amelyek egyfelől könnyűvé teszik, másfelől nagyon nehézé teszik keresztény életünket. Hiszen az az alapvető helyzet, hogy az Isten megbocsát. Ebből indulhatunk ki. Igen ám, de hogyan lehet elviselni, elhordozni ezt a megbocsátást? Nem olyan könnyű. Az az igazság, hogy emberként mindig szeretnénk valamit hozzátenni. Mindig szeretnénk ezt valahogy kiérdemelni. És itt jelentkeznek a problémák. A megbocsátás lényege az pont az érdemtelenség. Megbocsátást nem lehet kiérdemelni. Nem lehet megszolgálni. Nem lehet kikényszeríteni sem. Gyakran hangzik el a magunk részéről, a magunk életéből, hogy ha majd bocsánatot kér, ha majd úgy csinál, akkor megbocsátok. De alapvetően pont az a probléma, hogy a megbocsátásnak nincsenek feltételei. Legalábbis az isteni bocsánatnak semmiképpen. Az Isten megbocsát, mert meg akar bocsátani. És ezt nehéz fölfognunk, ezt nehéz megértenünk, hogy az Isten meg akar nekünk bocsátani. Hogy ő az, aki hozzánk lép. Az egész kereszténység tulajdonképpen ezen a lépésen alapul. Ezen a gondolatíven megyünk tovább, hogy az Isten odalép az emberhez, és ha ezt át akarjuk ültetni a hétköznapjainkba, akkor mi nekünk is oda kell lépni embertársunkhoz, ahogy említette, feltétel nélkül, anélkül, hogy várnánk, hogy ő tegyen valamit, hogy megbocsáthassunk neki? Igen, nem véletlen, hogy amikor Jézustól megkérdezik, hogy melyik a nagy parancsolat a törvényben, akkor ő nem a 10 parancsolatból idéz, hanem ezt az ősi mózesi parancsolatot veszi elő, szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. És itt jön ez az odalépés. Nagyon érdekes, már az Ószövetségtől kezdve, hogyha végignézzük az isteni elvárást, mondjuk így, akkor az többnyire alapvetően arra irányul, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz. Az Istennel való viszonyunk az egymással való viszonyunkban jelenik meg. Nem véletlen, hogy János meg is fogalmazza, hogy nem mondhatom, hogy szeretem az Istent, ha gyűlölöm embertársamat. Tehát nincs olyan, hogy azért én az Istennel nagyon jóba vagyok, de a szomszédot ki nem állhatom, mert az pusztuljon. És itt jön az a nehézség, hogy valóban úgy kéne tennünk, ahogy azt az Istentől, mint példától kaptuk Krisztuson keresztül, hogy nekünk kéne odalépni a másikhoz. Na ez a nehéz benne. Az is egy érdekes kérdés, hogy mit jelent a megbocsátás, a valódi megbocsátás? Mert én személy szerint tapasztalom azt, hogy olyan könnyen oda mondjuk, hogy bocs, ne haragudj, sajnálom, de nem biztos, hogy ott van mögötte megbánás. Hát ez is egy nagyon fontos kérdés. Egyfelől ugye van egy ilyenfajta logika, sőt, ezt keresztényként gyakran tapasztalja az ember. Hát a keresztény vagy, neked meg kell bocsátani, te veled bármit meg lehet csinálni, mert neked úgyis meg kell bocsátani. Azért nem olyan egyszerű dolog ez a megbocsátás. Nyilvánvaló, hogy kínlódunk ezzel a kérdéssel, hiszen a bűn kérdése átsző és befon bennünket is, tehát nem olyan könnyű megbocsátani. Bocsánatot kérni sem olyan könnyű. Igen, nagyon gyakran odavetjük, hogy bocs, és azt gondoljuk, hogy ezzel le van rendezve a dolog, de ahogy
például múltkor is beszéltünk róla, ugye a bűnt nem lehet jóvá tenni. Tehát azért, ha valami történt, akkor azt nem lehet csak úgy egy rövid egyszerűséggel lerendezni. Itt jönne az a kérdés, vagy kéne, hogy megjelenjen az életünkben az a kérdés, amiről egyébként az adventünk, a bőjtünk és az egyházi esztendő több nagy eseménye is szól és figyelmeztet, hogy egy kicsit magunkba tudjunk szállni. Hogy egy kicsit végig tudjuk gondolni, hogy igen, azért én csak ártottam annak a másiknak. Még akkor is, hogyha nem vettem észre. De a megbocsátásnak van még egy nagyon fontos dolga, nem csak a másikhoz kell odalépnünk, magunkhoz is. A megbocsátás akkor kezdődik igazán, mikor szembe tudok nézni magammal, és magamnak is megbocsátva tudok odalépni a másikhoz. Mert amíg ezt magammal nem rendeztem, addig valószínűleg a másikkal se tudom rendezni. Advent időszakán tűjük közeleg a karácsony, amit a szeretet ünnepeként szoktak emlegetni. Ilyenkor barátok összejönnek, családok összejönnek, talán egy kicsit félreteszi mindenki az ellentéteket. Ebben az időszakban megbocsátóbbak vagyunk, vagy pont a karácsonyi rohanás miatt sokkal feszültebbek? Ez egy nagyon érdekes dolog. Alapvetően valószínűleg szeretnénk megbocsátóbbak lenni. Alapvetően mindenki úgy készül a karácsonyra, azt gondolom, hogy földíszíti a lelkét, és majd nagyon jó lesz, és... De a statisztikák egy kicsit mást mutatnak. Azt szokták mondani, hogy azért karácsonykor történik a legtöbb családi veszekedés. És ebben persze tényleg ott van, hogy nagyon jót akarunk. És ebben a jó akaratban gyakran összesúrlódunk, összeütődünk a másikkal, két jó akarat egymással szembe megy, és akkor már valami egész rossz történik. Az is igaz, és itt van aztán a probléma, hogy kevés az ember jó akarata. Nem véletlen a mondás, hogy a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve. Tényleg tele vagyunk ilyenekkel, hogy a veszekedés úgy történt, hogy én nem is úgy gondoltam azt a mondatot, vagy nem is akartam olyan éllel mondani, stb. De megtörténik. És akkor rögtön fölcsattan az ember. Egy felfokozott izgalmi helyzetben ez mindig könnyebben történik meg. Úgyhogy a karácsonynak megvan ez a problematikája, mondjam így, ez a nehézsége. De ha abból tudunk karácsonykor is kiindulni, hogy nem rólunk van alapvetően szó, vagy pontosabban nem a mi erőfeszítésünkről, hanem arról szól az egész, a szeretet ünnepe, hogy az Isten szeret bennünket. Hogy mi elviselhetjük ezt a szeretetet, és elhordozhatjuk ezt a szeretetet. Akkor már könnyebb. Akkor már könnyebb, mert akkor már nem az én erőfeszítésemről van igazán szó. És itt jelenik meg tulajdonképpen az egésznek, az adventi hangulatnak és a karácsony lényegének a mikéntje, hogy az Isten szeretetéről van szó, nem a miénkről. Tehát akkor talán kijelenthetjük, hogy a szeretet és a megbocsátás az tényleg kéz a kézben jár. Kéz a kézben kell, hogy járjon. Másképp ez nem működik. Nem lehet megbocsátani csak úgy, mert most ez a parancs tényleg, hát nekünk rendes keresztényeknek meg kell bocsátani, mert ugye ez tipikusan ez a megbocsátok, de nem felejtek. Ilyen nincs. A Zsoltáros így fogalmaz, hogy a hátad mögé vetett bűneinket, mondja az Istenről. És ez az, ami ránk is vonatkozik. Nincs ilyen, hogy azért megjegyeztem. Ismerjük ezt a kapcsolataink, hogy persze, megbocsátottak, de két hónap múlva is föl tudjuk idézni, de akkor aztán emlékezz csak. Nem. A megbocsátás, a szeretetből fakadó megbocsátás, az úgy működik, hogy már nem emlékszem rá. Mert nem akarok.